Sziasztok, köszöntök mindenkit! Egy újabb videóval jelentkeznénk, ezúttal a fék lenne a téma. Autó tárcsaféket látunk, tehát ugye a tárcsa fölismerhető, pontosan olyan, mint a robogón, illetve nem pontosan olyan, és ennek pont ez a kulcsa. És itt van rajta az a fék munkahenger, amelyik a fékbetétekkel megszorítja. Tudom, tényleg nagyon jó hasonlat szerintem ezt szokták rá azt mondjuk, mint a satú. Összeszorítja, rászorítja a féktárcsára a fékbetéteket, és ezzel ér el lassulást. Ha már itt vagyunk ennél az ábránál, azért megmutatnám a két alapvető fék működtetési, tehát a fékbetét, tehát ahogy maga a fék szerkezet működik lenne a keréknél, a két elv közti különbséget, amit úgy elkezdtem már mondani ott a versenyautós filmben, videóban, de ott nem sikerült szerintem jól kifejteni, mert nem tudtam annyira megmutatni, lehet, hogy most se tudom, de azért igyekszem. A két ábrán ez a két feketével jelzett, középen jelzett rész a féktárcsa, mutatok is féktárcsát, így néz ki egy féktárcsa. Ugye az, az autóból jött ki egy majdnem új féktárcsa, tehát ez van itt középen, ez az a fekete dolog, és ehhez simulnak hozzá, hát mondjuk ez egy másik fékből való, nem tudom, hogy hogy mutassam, hogy jól látszódjon, hogyan mutassam. A fékbetétek, mindjárt megmutatom, hogy a rajzon mik a fékbetétek. Ugye látszik, hogy van egy kis fémlapja mindegyik, is arra van ez a műanyag, tulajdonképpen ez egy műanyag, amiből a fékbetét készül, ebben ugye van egy por, ami a surlódást kelti, de ezt a poranyagot, ezt a porból készült anyagot műanyag, ilyen egy, egy, egyfajta műanyag fogja össze, meg látszik, hogy ebbe fémszálak is. Vannak, ugye ez volt az, ami régen azbeszből készült, mert ugye jól állja a hőt, mert ugye a fék melegszik, de, de azt ugye ki kellett hagyni belőle, mert borzasztó mérgező. Itt a fék betéteket ezek a kék, kék részek jelzik, és ez a másik fekete, ez a tömör fekete, ez pedig az a két kis vasami, amire tulajdonképpen maga a fékbetét rá van ragasztva a pirosak a mozgatódugatjuk, a zöld pedig a ház. És ugye az a dolog lényege, ez volt tulajdonképpen a versenyautó, tehát ez egy, ez egy, viszonylag igényes fékrendszer. Itt ugye középen van a féktárcsa, a, a fék, fék, folyadék, itt ezen a két lyukon keresztül folyik be a dugattyú mögé, és tényleg, mint a satú, puff, így két oldalról rászorítja a fékbetéteket a féktárcsára, és ezzel eléri a lassulást. Itt van egy olyan trükk még, amit szoktak csinálni, hogy hogy a féktárcsa nem feltétlenül merev, ezt főleg motorkerékpárokon csinálják, hanem úszó ágyazású, aminek az előnye, hogy jobban beáll, ha bármi mozgás probléma van a dugatjuknál, sokkal jobban be tud állni középre, nincs az, hogy, hogy, hogy el, megpróbálná elferdíteni a tárcsát, nem is tudja, mert az egy kicsit ugye mozdul bele, míg megérkezik a másik fékbetét. Tehát az úszó ágyazás az egy nagyon ügyes megoldás, <kül> és ennek a féknek ugye az a az a nagy előnye, hogy a két dugattyú ugyanakkor, a két fékbetét ugyanakkora, tehát nem léphet fel az az esetleges problémakör, ami a leggyakoribb, és egyébként nagyon jól bevált, és tulajdonképpen a mindennapokban a teljesen jó használható úgynevezett úszó ágyazású féknél. Olyan van ezen az autón is, sőt, olyan van ezen a robogón is. Az a probléma, hogy pont ilyet nem tudok mutatni, mert ez a, ez a, a, a mondjuk a motoroknál már elég hamar megjelenik a szembe dugattyús fék, viszont autóknál csak tényleg a komolyabb, drágább autóknál e, e, jelenik meg, ott viszont majdnem általános, tehát egy, 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 Ferrari, egy Porsche elképzelhetetlen lenne ilyen fék nélkül, illetve úszó, nyerges fékkel. Tudom, az a probléma, tehát az úszó, nyerges fék viszont úgy működik, hogy a látjuk, hogy csak egy dugattyú van, tehát itt bejön az olaj, a olaj, már én is érdeket mondok, pedig a fék folyadék, nagyon fontos, hogy a fék ugye nem olaj, egy teljesen más dolog. Valóban Látszatra olyan olajszerű folyadék, de valójában az ték folyadéknak kéne emlegetnünk. Tehát ezen a résen keresztül jön be ide a dugattyú mögé, megnyomja a dugattyút, de most jön a trükk, hogy ez az egész nagy ház szemben a szembe dugattyús fékkel, ahol ez merev, ez az egész szerkezet el tud mozdulni. Tehát amikor az ide, itt a lukon befolyó fékfolyadék megnyomja a dugattyút, ugye tudjuk, hogy a, ha a folyadékot nyomás alá helyezek, az mindenfelé, nyom, tehát elkezdi ezt a falat is nyomni arra felé. És mivel az a fal összekötetés bár, tehát ez egy darab, egy darab vas, már mindjárt megmutatom a valóságban is, egy darab vas, ezért amikor itt megnyomja, tehát az olaj, a, a, olaj már megint, mondtam, a folyadék megnyomja a dugattyút, megnyomja ezt a falat, és akkor a másik fékbetétet a házzal együtt húzza rá a féktárcsára. Tulajdonképpen zseniális megoldás, nem kell két dugattyú, nem kell két illesztés, Összesen annyit kell megoldani, hogy ez a ház tudjon csúszkálni még hozzá, és ez nagyon fontos, hogy minél akadálymentesebben, mert ha nem úgy csúszkál, akkor következik be az, hogy ugye a dugattyú simán meg tud indulni, és rá tudja nyomni a, a hozzá kötött fékbetétet a féktárcsához, a másik viszont ugye nehézkesebben kezd el mozogni. Mi lesz az eredménye, hogy ez a fékbetét sokkal ö, ö, jobban kezd el kopni, mint a másik, egy ilyen felemás kopás jön létre, aminek az az eredménye, hogy sokkal hamarabb kell kicserélni a fékbetétet, és ugye a fékbetétet nem cseréljük darabonként, hanem csak párban, ahogy ugye a féktárcsát is csak párban illik cserélni, ha már elkopott, úgyhogy ez egy külön problémakör, hogyha ha egy, ha egy, egy, mondjuk a féktárcsa is elkopik akár csak az egyik oldalon is, és az ugye az akkor következik be általában, amikor a fékbetétek is, hogy ugye az egész szettet cserélni kell, ahogy mondják, tehát két féktárcsát és legalább négy fékbetétet. Még itt megemlítenék egy elméleti jellegű dolgot, már megint eltettem a tollamat, el kell mennem érte. Ami, ami, szerintem érdekes a tárcsafékekkel kapcsolatban, és amit nagyon jól meg lehet csinálni. Ugye szó volt arról, hogy a, az, hogy mekkora erőt fejt ki a fék, az ugye arányos a, a féktárcsa átmérőjével. Tehát ugye ezért van, hogy minél komolyabb az autó, minél, vagy minél sportosabb az autó, minél nagyobb teljesítményű az autó, annál nagyobbak a féktárcsák. Hát a Porsche Taycanon azt hiszem ekkora féktárcsa van, tehát nem viccelek, máshol az keréknek beillik. És van egy trükk a tárcsaféknél, amit nagyon jó pofán el lehet játszani, és különösen ez a szembe fék alkalmas rá, hogy megpróbálom felrajzolni, hogy rajzolok azt mondja, hogy két ilyen tárcsát rajzolok, megpróbálok ugyanakkor átrajzolni. Hoppá, hát most nem fog elférni a másik, hát ez jó kis vicc. Na nem baj. Így. De nem baj, lehet, hogy erre fogom rárajzolni másik színt. csak akkor kell hoznom másik színt. Bocsánat, bocsánat. Hoztam is másik színt. Erre például föltettek úgy egy fékbetétet, meg féktárcsát, hogy a fékbetét az mondjuk itt fog, egy dugattyúval. Mondjuk ide rajzolom, hogy talán egyszerűbb legyen, itt fog ígyni. Na most a féktárcsán nem is változtatok, mondjuk, de azt mondom, hogy ezt a felületet én elosztom és máshogy oldom meg. Ha csak annyit csinálok, hogy, hogy mondjuk négy darab adott esetben szembe dugattyúsra teszem, meg tudom csinálni, mert lehet, hogy négy sok lesz, hogy ide teszem őket így. Mondjuk nyilván utána fog menni a féktárcsával is. Már hát négy, hát le, lehet, hogy elég három is. E, ugye mi a különbség, ha ilyen féket alkalmazok, már is látszik, hogy egy másik kerületen fog fogni a fékem. Tehát miközben a fék felülete ugyanakkora, azáltal, hogy megosztom a, a, a fékdugattyút és a fékbetéteket, azáltal már is kijebb tudtam menni a kerületen. Hát persze nyilván ennél a féknél, a féktárcsának ezt a részét akár le is lehet felejteni, amivel ugye tudom, könnyebbé tudom. Tenni a szerkezetet. Úgyhogy érdemes megnézni a sportautók, versenyautóknak a fékét. Általában ugye ezt az eltérést, vagy egy ilyen jellegű törekvést látni fogunk rajta. De most nézzük meg a valódi féket ami hát sajnos csak ilyen úszó-nyergesen van, de ez a gyakrabbi, a hétköznapi használatban szerintem nagyon beváltat, igazából egy, egy a, 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 családszállításra, meg e, ilyen hétköznapi használatra, bevásárlásra való autónál igazából nincs a, szükség komolyabbra, mert még a, a komolyabb, nagyobb fékezéseket is elbírja, mert erre is vannak megoldások a már ezeken a fékeken is. Itt látszik is, hogy ezen az oldalon látjuk a, a a, a fékbetétet, illetve a fékbetét hátulját, mert itt nincs dugattyú. Ugye ez az a házrész, ami, ami a túloldalon viszont, itt látszik is, hogy belejön a, a cső, a fékcső, itt jön bele ugye a, a, a fékfolyadék, itt van alatta a dugattyú, tehát megnyomja a dugattyút, megnyomja ott belül, és a, a másik oldali fékbetétet, és akkor ez a házrész, ugye azáltal, hogy a belül a dugattyúval szembelévő ház falat is nyomja a fék folyadék, ez az egész elcsúszik arra, és akkor ezt a fékbetétet is szépen rászorítja a féktárcsára. Ugye az a különbség a szembe féknél, hogy ott itt is lenne egy féktárcsa, az egész rögzítetlen, ugye ez a része ez rögzített ez a rész az, ami mocorog, ez a rész mocorog, hogy ott itt is lenne egy dugattyú, az egész rögzítetlen, és úgy nyomogatná rá a fékbetéteket. De itt is, ha már ilyen közel vagyunk, akkor már látszanak a megoldások, tehát ugye a tárcsafék eleve jobb hűtésnek örvend, mint a dobfék, de ugye még ezt lehet fokozni, erre való ez a belső, belső bordázat, vagy lapátozás. Tulajdonképpen az a vicc, hogy ez úgy működik, mindjárt hozom a másik tárcsát is, majdnem mint egy ventilátor. Mindjárt idehozom a tár leszerelt tárcsát. Majd, mint a, mint a, majdnem, hogy azt mondom, mint a, a, a turbó feltöltőnek a, 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 a kompresszor kereke. Itt lép be a levegő, tehát amikor ez forog akkor tulajdonképpen olyan, mintha itt beszívná a levegőt, és erre kifelé kidobja. Mint egy centrifugál kompresszor úgy működik, csak ez persze nem sűríti a levegőt, hanem egyszerűen csak át, átpumpálja magán, és ezzel egy fokozott hűtést ér el. Ami ugye nem mindegy, főleg ha, ha, ha nagyot kell fékezni. Úgyhogy a fék hűtése az fontos, ez a tárcsaféknél nagyon jól bejött, tehát a tárcsafék jobban hűt, nagyobb felületen fog. Azért tegyük hozzá, szerelni is egyszerűbb, tehát ha nekem kéne, akkor inkább tárcsaféket szerelek, mint dobféket. Tehát egy sok oldalúbb, jobb szerkezet, könnyebb, mint a dobfék. Tehát sok előnye van, nem véletlen, hogy elterjed. Még egy érdekességre azért fölhívnám a figyelmet, nem tudom, hogy ki szokta figyelgetni az autókat. Itt most arra gondolok, hogy hol van a, a fék munkahenger. Ugye itt ezen az autón is elől van. Nagyon sok autón van elől. Ha megnézzük a operatőr kollega autóját, neki is elől van a fék munkahenger az autóján. Meg is nézi, úgy látom, hogy meggyőződik róla, hogy tényleg a tengelyhez képest a, az autó a, kerék kerékforgási tengelyhez képest előre felé esik. Na most mind a két autó elsőkerékhajtású autó, ezt csak úgy megjegyzem, keresztmotoros, és fontos, keresztmotoros elsőkerékhajtású autó. Tehát majdnem szabályként jelenthető ki, hogy, a, hogy az első kerékhajtású keresztmotoros autókon elől van a, a, a fék munkahenger, míg a hátsókerékhajtású autókon, meg, meg, a hosszmotoros elsőkerékhajtásosokon is előfordul, ugye az Audi ilyen, hogy hátul van a fék. Ugye ez egy, ez engem egy időben izgatott, ez mi a bubán van. Aztán, ha így leszereli az ember az autó kerekét, szerintem nagyon sok szerelő már mondják is a választ, meg tudják, hogy a kormánymű az oka. Tehát az a kérdés, hogy hol helyezik el a kormányművet az autón. Általában a keresztmotoros elsőkerékhajtású autóknál a kormányművet, a fogasléces, ma már kizárólagosan szinte fogasléces kormányművet a tűzfalon helyezik el, ugye a motor mögött ezért a kerék hátuljánál van bekötve a, a nyomtávrúd, az mozgatja a kereket, tehát hogy tekerjük a kormányt, az itt van bekötve, itt van a kar, ezért nem lehetett máshova tenni a féket, mint előre. A, a fék, féknyerget, a fék munkahengert. A, az hátsó kerék hajtásos autóknál viszont hosszába áll a motor, azokban viszont általában elől van a kormánymű, elől kapcsolódik be, és ezért hátra kerül a, a, a féknyereg. De ennek olyan igazából nagy jelentősége nincs, tehát mondjuk átlagos használatban, de talán érdekesség, úgy érdemes nézegetni. Leg nem, nem tudom, én legalábbis engem elszórakoztatott, hogy nézegettem, hogy ez miért is van, mitől függ az, hogy hova teszik a, a féknyerget az autón. Na most azért van még miről beszélgetni, mert ugye látjuk, hogy itt ez a féktárcs, aminek van ugye ez a belső Ugye ezt, szoktuk mondani, ezt szoktuk belső hűtésű vagy belső szellőzésű féktárcsának nevezni. Ugye az egyszerűbbek azok tömörek, tehát azokban nincs ilyen hűtés-szellőzés. Az, azok egyszerűen azáltal hűtődnek, hogy a felületüket elérik. Ilyen van például a robogón is, majd megnézzük. Ez egy tömör tárcsa, viszont látszik, hogy ez egy, ennek a felülete viszont teljesen sima, semmi trükk nincs benne. Még, ha elmegyünk oda a robogóhoz, az, ugye, az ugyan tömör tárcsa, viszont össze-vissza van furkálva. Ugye autók, személyautókon is volt össze-vissza furkált féktárcsa, de nem össze-vissza, hanem bizonyos rendben. Erről leszoktak újabban, ugyanis ennek a jugatásnak az volt az egyik célja, hogy a korábbi fékbetéteknek olyan műanyagkötőanyagot műanyag kötőanyagot használtak a, a, a surlódó pornak a megkötéséhez, ami amikor fölmelegedett gázt fejlesztett. És ez a gáz tulajdonképpen elnyomta a fékbetétet a féktárcsától, ami ugye csökkentette a fékhatást. Ez ugye egy elég veszélyes folyamat volt, és ezért kiugatták a tárcát, mert a tárcsa elengedte ezeket a gázokat. Ugyanilyen problémát jelent a víz. Ha a víz oda tud jutni a tárcsához, már pedig azért eléggé szabadon van, tehát oda tud jutni, szintén gőzt tud képezni, de ez már annyira nem problémát. Ha belegondolunk azért az autóknál, az azért ö, ö, nem olyan könnyű a víznek ide jutni, mert a, a, a fék tárcsa a keréken belül van. Egészen más a probléma akkor a motorkerékpároknál, ahol a fék tárcsa ki van téve szélnek, víznek, esőnek, úgyhogy nézzük is csak meg a robogót. Érdemes ránézni erre a tárcsára, ugye teljesen más, mint az autóé, vagy nagyon sok szempontból más. Az egyik az, hogy látszik, hogy ez tömör, de igazából például ezen a méreten fölösleges belső szellőzést csinálni, mert ha meg is nézzük, annyira kapja a menet szelet szemből, hogy igazából csak komolyabb motorokon van szükség szellőzött tárcsára, sőt nem is tudom, hogy van-e, most így hirtelen hogy el is bizonytalanodtam, hogy van-e vajon a motorokon, ilyen belső hűtésű tárcsa, hiszen tényleg annyira ki van téva a menetszélnek, annyira nem védett helyen van mondjuk egy autóhoz képest, hogy erre olyan nagy szükség nincs. Viszont pont ez a baj, hogy, hogy, ugye itt van mindennek kitéve, így a víznek is. Tehát itt például a motorkerékpároknál sokkal komolyabban fölvetődik az a gond, hogy hogy ez a gőzképződés a vízből, tehát nagy fékezés, esős, vizes időben. <kül> És ezért ezekkel a lyukakkal a gőzt el lehet vezetni és föl lehet és biztosítani lehet a további fékhatást. Még van egy ok ami miatt a lyukakat szeretik akár sportautókon is vagy esetleg ilyen rovátkákat is szoktak belemarni, mert azt tudom hogy fordítva marják bele a fékbe, meg a lyukaknak is, hogy a lyukaknak van egy élük, jó, most összefogdostam ami nem helyes, mert ugye a fék egyik ellensége a zsír, akár csak a kézről származó ö, zsír is. <kül> Nem, majd hoztam sprét, úgyhogy ezt is befújom meg, majd a másik botornak is befújom a dobját is, meg a fékbetétét is összerakás Ö, előtt. Ha szerencsére ezek a féksprék egész jól le, lepucolják a zsírta a, a féktárcsáról is, meg a fékbetétről is méghozzá sok esetben megbontás nélkül, például egy ilyen nem kell nagyon megbontani semmit. Tehát azért vannak itt a lyukak visszatérve a lyukakhoz, meg a rovátkákhoz, ezeknek viszonylag éles élük van, a, a is, és azok egy kicsit úgy darálják a, a, fékbetétet. Nem nagyon, szerencsére nem nagyon, de azért fokozott kopást azért okoznak, de ez nem egy olyan nagy baj, mert komolyan igénybe vett fékeknél ez azért nem hátrány, mert a fék is hasonlóan a kuplunkhoz, mint amikor valaki csúsztatja, rosszul csúsztatja a kuplunkot, ott a kuplunknak a betétnek a teteje meg tud égni. A fékbetét ugyanígy meg tud égni, adott esetben túlterheléskor, túlmeregedéskor, és így ilyen üveges felület képződik a tetején, aminek sokkal kisebb a surlódási együtthatója, mint a, a, a nyers fékbetété, hogy úgy mondjam, vagy a normál fékbetété, viszont a lyukak, illetve a rovátkák ezt az üvegesedést meg tudják akadályozni, mert egyszer ledarálják ezt a a, az, pont azáltal, hogy egy kicsit így marják, darálják a, a, azért a marás jobb kifejezés, vagy gyalulják egy kicsit a fékbetét felületét, ezért folyamatosan fönt tudják tartani a fékhatást. Ez például versenyautóknál borzasztó fontos, ahol rettenetes nagyokat fékeznek. De hát ugye nekik az a cél, hogy minél gyorsabbak legyenek, hát a hétköznapi forgalomban elvileg nem ez a cél. És ugye a versenyautóknál azért is más a, a probléma kör, mert ott nem probléma vagy nem gond akár minden versenyre új fékbetétet föltenni vagy betenni, míg azért szerintem nem nagyon örülne valaki, hogyha havonta kéne szerelőhöz menni, hogy fékbetétet cseréljen. De hát ez egy ilyen tapadási probléma, hatás probléma, kinek e, mi éri meg jobban, vagy e, mi számít jobban. Még úgy gondoltam, hogy egy pár szót érdemes lenne beszélni a fék tárcsáknak, vagy a tárcafékeknek a fejlődéséről. Ugye kezdetben voltak a, a, tömör tárcsafékek, szembedugattyúval, aztán megjelent az úszónyerges, ugye az olcsóbbítás, meg az egyszerűsítés ö, ö, jegyében, de ugye a hatás ö, általános használatban nem sokkal rosszabb, de ugye az a fejleszt, fejlődés nem átlag, ugye megjelentek a belső hűtésű tárcsák, sőt, mi több első fékeknél szinte kizárólagossá váltak, de a fejlesztés nem áll le folyamatosan fejlesztgetik a tárcsafékeket és a féktárcsákat. A következő lépés érdekes, hogy nagyon drága tárcsa lett, az eredeti tárcsák ugyebár egész egyszerűen öntött vasból készülnek, bár azért hozzá kell tenni, hogy azért nem olyan egyszerű egy tárcsaféket elkészíteni, ügyelni kell a, az öntött vas minőségének az egyenletességére, hiszen gondoljuk el, hogyha ha, ha a tárcsán belül megváltozna az öntött vasnak az összetétele, akkor ugye a fékezéskor, felmelegedéskor különbözően tágulna, különbözően ö, ö, reagálna, és ez és ez a, a, a fék erő hatásnak az ingadozását idézni elő, amit például a vizsgán is elég rosszul tűrnek. De a, a következő tárcsa természetesen megint az anyagtechnika fejlődése hozta. A vicces módon műanyagról beszélünk tulajdonképpen, ez, ez pedig a kerámia, a karbonkerámia ami borzalmasan drága, amennyire én tudom, alapesetben is, hogy a másfél millióért mérnek egy szettet belőle, de simán van, hogy három millióra fölmegy a teljes készletnek az ára. Ez általában karbidot tartalmaz, van benne egy szilícium tartalmú anyag, szilikon, és, és valamilyen kötőanyag van megint hasonló, amit a fékbetétben, szintén van egy ilyen műanyagszerű kötőanyag, Ezeket összekeverik, ezek porformájában vannak meg, összekeverik, ugye itt is gondoskodnak arról, hogy legyenek benne ilyen szellőző rések. Ugye itt az azért fontos, mert ez főleg versenyautókhoz és nagyon nagy teljesítményű sportautókhoz készül. Tehát itt ugye természetes, hogy a szellőzést meg kell oldani, azt az üvegesedési hatást meg kell gátolni, hogy ott vannak a nyílások. És a tisztulást meg kell oldani, hogy folyamatosan tisztítsa magát a féktárcsa. Ugye ezt is segítik adott esetben a, a nyílások. <kül> é, tehát ezeket mind meg kell oldani, és plusz ugye olyan anyag kell, ami, ami, ami mindent kibír, és nagyon jól bírja a hőmérsékletet. Ez a karbonkerámia ilyen, egyébként amikor kiégetik, te, ja, illetve ezeket a porokat ugye beteszik egy formába, ott kisütik nagy hőmérsékleten, és ekkor ö, egy szilícium karbiddá alakult ö, anyag jön létre. A szilícium karbidról azt kell tudni, hogy borzasztó kemény, tehát egy ilyen féktárcsának az, az élettartama az sok sok sokszorosa -sok 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 egy öntött vas féktárcsának, igaz az ára is, mint megemlítettük. Úgyhogy, úgyhogy, <coughs> úgyhogy, ezért, ezért csak a nagyon drága autókon tűnik föl. De megjelent egy újabb megoldás, ami nem ilyen drága, mégis többet tud, ott az öntött vas féktárcsa az alap, csak az a különbség, hogy a tárcsa felületére Wolfram karbid réteget visznek föl. Ez egy egészen új újítás, ez ilyen, amennyire tudom, egy olyan két éves múltra tekint vissza jelenleg. Egy tized milliméter csak ez a Wolfram karbid bevonat, de mégis elég ahhoz, hogy mindjárt 30%-kal megnövelje a, a féktárcsa élettartamát, amellett, hogy nincs rozsdásodás, ezt el is felejtettem mondani, hogy a motoroknál például az anyag is más, tehát az, a motorkerékpároknak a fiktárcsája az nem öntött vasból készül, hanem általában valamilyen korrozió álló pontosan a, a, az esőnek kitettség miatt. Tehát annak, ennek a tárcsának is számos előnye van, ennek a Wolfram karbid bevonatosnak, azzal kiegészítve, hogy nem annyival drágább, mint egy ilyen karbon kerámia fék, úgyhogy nem csodálkoznék, ha ez a, ez a megoldás elterjedne, és szélesebb körűvé válna az autókon. Egyébként maga ez a fém ja, egyébként ezt a Wolfram Carbid anyagot úgy viszik föl a tárcsa felületére, hogy lángszórással. tehát egy e, e, egyszerre melegítik, olvaszt, tehát a, a láng csóva, mint a, mint a gázlámpának, a, van is egy gázlámpá, most érte, bocsánat, majdnem olyan, mint egy ilyen gázlámpának a lángjával megmelegítem, csak ennek a lángja kevés lenne, ahhoz, tehát a hőmérséklete kevés, ahhoz megolvasztják a Wolfram karbidot, ugyanakkor a láng maga fölmelegíti a felületet, és szépen ráolvad a Wolfram karbida felületre. Azt akartam csak megemlíteni, hogy ez a fajta eljárás, mint máshol is alkalmazzák ma az autóiparba, például a hengerek belső felületét szeretik így kialakítani, mert így maga a hengerblokk könnyű lehet, például alumínium, ugyanakkor egy nagyon kopásálló hajszál vékony, ugye egy tized milliméter vastag, vagy pár tized milliméter vastag réteget tudnak fölvinni, és ezzel is az autó hozza azt a több száz, motor is hozza azt a e, több százezer kilométeres e, élettartamot. Így a féktárcsákról, fékbetétekről így hirtelen ennyit gondoltam elmondani, remélem, hogy értető volt. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, és... Jöjjetek el hozzánk, jöjjetek el a vezes csatornát nézni ismét. Köszönöm szépen!